A liberális életfelfogás mellett az elmúlt években a tömeges migráció is hozzájárult ahhoz, hogy Európa egyik nagy szellemi próbaköve lett az úgynevezett erkölcsi relativizmus. Lehet, hogy sokak számára eztán talán ismeretlenül hangzó fogalom, majd itt azért a püspökötje ki fogja ezt fejteni minnyájunk számára, de hát ennek az erkölcsi relativizmusnak és a katolikus tanításnak a viszonya ugye nagy problémát okoz. Azért nagy. Ez a probléma, mert első hallása még egyes katolikusok számára is vonzó lehet az az érvelés, hogy az erkölcs nem holmi abszolút normán alapul, mert az etikai, vagy a etikai igazságok, ahogy ők mondják, azok az a helyzettől, a kultúrától, az egyéni érzésektől, ugye, és más tényezőktől függően is változhatnak. Vagyis a változó körülmények között mondják, szükségszerűen változik, vagy változhat az erkölcs is. Különböző helyzetekben ugye különböző tettekre vagy megoldásokra van e, szükség. És vannak, akik azt mondják, és itt jön a nagy e, probléma számomra, hogy tulajdonképpen az egyház teológusai közül is néhányan ezt az elvet követik, amikor például az elváltak és a, az újraházasodottak áldozásáról egyáltalán leülnek beszélgetni, vitatkozni. Mert ha ezt teszik, mondják ezek az emberek, amiket kedves testvéreink, akkor ez azt jelenti, hogy talán az erkölcsi igazságok egyes teológusok szerint sem abszolút érvényű, érvényűek. Hát mit gondoljunk mindenről, kedves Pispő Katya? Hadd kezdjem rögtön onnan, hogy az erkölcs lényegét tekintve nem, nem emberi találmány, nem történelmi képződmény, nem csak szokás, az erkölcs lényegét tekintve objektív. Tulajdonképpen az erkölcs nem más, mint fölismerni a valóságból, azt a gyönyörű törvényt, amit a teremtő beleültetett. Talán volt már erről szó, hogy a rabbik fölfigyelnek arra, hogy Isten tíz igével alkotta a világot. Tízszer mondta azt, hogy legyen ez, illetőleg legyen az az Úr, Isten tíz szóval alkotja a mindenséget. És ebben a rabbik fölfedeztek egy utalást a tíz parancsra, amit a zsidó teológia így hív, hogy tíz ige, tíz kijelentés. Vagyis összekötik a teremtést és az erkölcsöt. Ez egy nagyon mély meglátás, egy nagyon mély igazságot fogalmaz meg, mégpedig az, hogy az erkölcs, ami a tíz parancsban megfogalmazódik, ami a történelemben megjelenik, az nem valami esetleges dolog. Nem egy ilyen kultúr termék, nem az ember érzéseinek pusztán a megfogalmazása, hanem lényegét tekintve objektív. Bele van teremtve a világba. Az atomokba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe Isten egy gyönyörű, objektív rendet ültetett el a világba. Az ember fölismeri ezt a gyönyörű, objektív isteni rendet. Az erkölcs tehát lényege szerint az isteni rend, és ennek a, a megérzése a lelki ismeretünkben, illetőleg az emberi erkölcsi tudatban, az emberi lélekben. Minden ember tudja, hogy nekem önzetlennek kellene lennem hogy jó embernek kellene lennem, becsületesnek. A másik felé fermódon kellene viselkednem, nem igazságtalanul, nem őt megkárosítva, hanem emberségesen, szeretettel kellene a másikhoz viszonyulnom. Ez nem valami fajt, sokan azt mondják, hogy ez olyas, mint egy állati ösztön. Ez egy ilyen ösztönképződmény. Ez egyáltalán nem így van, ugyanis az erkölcsi parancs az ön gyakran pont az ösztönök ellen. Ha például igazságot kell mondani, igazat kell mondani, akkor is, ha ez rám nézve szégyenletes. És negatív következménye van, ha egy, egy szégyenletes dolgot kell bevallanom. Akkor is az erkölcsi parancs azt mondja, hogy mondj igazat. Ez a része, ez igaz, Püspikor, csak most elnézést, hogy szokásom szerint közbevágok, csak fölmerül bennem, hogy mennyire lehet definiálni az erkölcsöt. Ugyanis manapság, hogyha egy átlagembert megkérdezünk, lehet, hogy a viselkedési normákat is mondjuk az erkölcsi kategóriába sorolja, azok pedig valóban változhatnak kortól és társadalomtól függően. Sokkal inkább azt mondanám, hogy tehát az erkölcs az isteni rend objektív, és nem változik ami változik, az az, ahogyan az ember kezdi ezt fölismerni. Tehát az valóban egy hosszú történelmi folyamat, és például a kannibálok számára az nem volt teljesen világos még, hogy a másik törzs, ők is emberek, és nem szabad őket megölni, illetőleg megenni. Vagy több élő népeknél nem volt teljesen világos, hogy a házasság az egy férfi, egy nő szeretett szövetség. Ez nem azt jelenti, hogy az erkölcs maga változott. Az isteni törvény ugyanaz volt, csak az ember nem ismerte föl ezt világosan. Sőt, az egyes ember életében is néha egy nagyon nagy fejlődés van. Tehát van, akinek a lelkiismerete kezdetben nagyon tompa, talán azért is, mert nem nevelték megfelelő módon, vagy ő maga nem fordított erre figyelmet, és lassanként kezd dolgokat fölismerni. Tehát az erkölcsnek a fölismerése az valóban egy hosszú történelmi folyamat. Ezért is egyébként nagyon nagy kincs az emberiség számára a kinyilatkoztatás, ami az erkölcsöt világosan megfogalmazza. Az ember sajnos, mert a bűn megsebezte, az értelmünk is, akaratunk is, ahogy mondja a katekizmus, rosszra hajlóvá vált az akaratunk, elhomályosult az értelmünk, tehát nem látunk teljesen tisztán. Nem tudunk teljesen tisztán a jóra vágyni. Megsebződött az ember, és emiatt nehezen ismeri föl az erkölcsi törvényt is. Ezért nagyon nagy segítség a kinyilatkoztatás, ahol ez kristálytisztán megfogalmazódik. De hogyha ez a bizonyos abszolút erkölcs az emberi szívbe van írva, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kereszténységtől függetlenül is rájöhetünk erre, egy átlagos, bármilyen is, bárhol élő ember is rátalálhat erre a fajta erkölcsre. Ez abszolút így van, ezt így is nevezük, hogy természet törvény, tehát bele van írva az emberi szívbe. Minden ember az teljesen világosan tudja, hogy a jót kell tennie, a rosszat kerülnie, vagy hogy amit nem akarok, hogy nekem tegyenek, az senki másnak ne tegyem én se. Tehát az erkölcs alap elvei vagy irányai azok teljesen világosak. Az is teljesen világos, hogy a az erkölcsi tett objektíven nem függ a helyzettől meg a körülményektől. Tehát mondjuk, ha egy házaspár úgy dönt, hogy a gyermekét elveteti, megöli, az a tettnek az objektív súlyosság az teljesen független attól, hogy ők azért döntenek úgy, mert kicsi a lakásuk, vagy kicsi a fizetés, vagy Afrikában élnek, és valóban koldus szegények vagy a feleséget esetleg megerőszakolták, vagy az a gyerek egy olyan férfitől fogant, akivel ő nem akar együtt élni, vagy éppen a férje nem akarja, és a feleség fél attól, hogy a férje elhagyja. Tehát a tetnek az objektív súlyossága nem függettől. A tet lényege az, hogy egy, egy független, kicsi, ártatlan, védtelen emberi életet elpusztítanak. A körülmények azok ezt nem befolyásolják. A tetnek a súlya az ugyanaz, az, hogy ez, ezt az emberi életet mikor pusztítják el, a, a fogantatás utáni második hónapban, vagy hatodikban, vagy a születés után dugja a, a szülő mondjuk a kukába. Ez is csak fokozati különbség igazából ugyanazt a pici, önálló, ártatlan emberi életet pusztítják el. Tehát ilyen értelemben az úgynevezett szituációs etika teljesen fals. A, az erkölcsi döntéseinknek az objektív súlya, az nem a körülményektől függ. A szubjektív felelősség igen. Tehát az, hogy az illető, aki elkövette, ő szubjektív ezért mennyire felelős, az nagyon sok mindentől függ úgy szoktuk mondani, hogy a bűn az, ha tudva és akarva követjük el. Tehát, hogy például valaki mennyire volt ennek tudatában, hogy ő embert öl, egy pici ember életet elvág. Ez nagyon sokféle lehet, és lehet, hogy sok ember, aki ilyen bűnt elkövetett, nem is gondolta ezt tulajdonképp soha át, talán soha senki nem is mondta neki, tehát nem volt ennek teljesen a tudatában. Vagy egy kicsikét felmentik őt ezek a helyzetek, hogy nem tudom, a férje meg az egész család ellene van. Tehát sok ilyen dolog enyhíti az ő szubjektív felelősségét, de ez nem azt jelenti, hogy maga az erkölcs relatív. Uh -huh. Nem maga az erkölcs függ a szituációtól, ez csak az egyén saját ö, felelősségét ö, enyhíti. Ez a szituációs etika egyébként a lelkipásztor élet mely területén a leggyakoribb? Tehát biztos, hogy van, vannak ennek nagyon gyakori példái. Egyébként 16. Benedek pápa nagyon erőteljesen fogalmazott, amikor ez ellen felemelte a szavát, de biztos Püspök úr, mint aki tényleg az emberek közelében élsz is tevékenykezt, tudsz ezekre talán még a szabortuszon kívül is konkrét példákat mondani? Hát nagyon aktuális, nyilván gyóntatószékben, ahol sok esetben talán maga a gyónó is, bár nem feltétlenül, próbálja magát úgy menteni, vagy vagy kimagyarázni a helyzetet, hogy olyan körülmény között él, hogy nem tudom, nem tud összeházasodni, de az együtt él valakivel, de még tanulnak. még nem uh -huh. Tehát sokféle módon magyarázgatja a helyzetet, és ilyen módon próbálja ezt erkölcsileg is e, elfogadhatóvá tenni. Tehát sok embernek a gondolkodásába ez beszivárog, de akár hittancsoportokban is néha megjelenik. Tehát amikor erkölcsi kérdésekről úgy szó kerül, akkor néha fölhozzák ezt a, a résztvevők. És mi van akkor, amikor valaki azt állítja, hogy amit itt a kérdésen végén próbáltam finoman megfogalmazni, hogy hát tulajdonképpen erre a szituációs etikai lóra az egyház egyes teológusai is, mint hogyha úgy tűnne, hogy felülnének és, és behódolnának ennek. Azt gondolom, hogy alapvetően ez nincs így. A például lesz, hogy a házasság fölmondhatatlan, ez teljesen nyilvánvalóan Jézusi tanítás. Tehát az evangéliumnak egy nagyon alapvető, nagyon fontos és örömhíre mindenek előtt, hogy létezik az Istentől akart, totális életszövetség férfi és nő között. Ez a házasság lényege. Ez mindenek előtt nem egy tilalom, hanem egy örömhír. Arról, hogy a házasságnak milyen nagy mélysége van ezt Jézus teljesen nyilvánvalóan így tanítja, azt mondja, amit Isten egybekötött ember szétne ne vagy azt mondja, aki elbocsátottat vesz el, házasságtörést követ el. Van, ahol azt is külön kiemeli, hogy házasságtörést követel ellene, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, azt mondja, házasságtörést követel el ellene. Tehát nyilvánvaló Jézusnak a, a gondolkodásában, hogy a az illető férfit köti egy, egy életszövetség az első feleségéhez, az igazi feleségéhez. Ezért mondja az, hogy ellene. Az a kötelék még fönnáll az egy életre szóló totális igen, amit az illető kimondott. Vagy a másik mondatból is, amikor azt mondja, hogy aki. Ö, elbocsátja a feleségét és mást vesz el, ebből is világosan látszik, hogy a, az a pont, ahonnan kezdve ő megtöri az első házasságát, az pont az, ahol elvesz valaki mást. Akkor válik ez végérvényessé, ez a döntése az első, az igazi házassága ellen. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézusnak a tanításában a házasság az fölbonthatatlan, totális, igen. Azóta is az egyházunk ezt tanítja. Ismétlem azt, amit talán már a két adással előbb részletesen is végig beszélgettünk, hogy a Ferenc pápának a legújabb apostoli buzdítása kapcsán a hittani kongregációnak a prefektusa Müller bíboros egy nagyon világos állásfoglalást között, amiben azt fogalmazza meg, hogy ezen a téren semmilyen újdonságot az egyház nem akart, és nem is vezetett be. Az egyház hagyománya mindig is ez volt, és ebben ez a pápai buzdítás sem akar újat hozni. A pápai buzdításnak az a pontja, ahol arról van szó, hogy esetleg lehet olyan élethelyzet, ahol mondjuk a, a lelki vezető úgy ítéli meg, vagy úgy látja, hogy a, az első házasság ö, érvénytelen, és az illető elvált ilyen értelemben ö, szabad állapotú. Ez talán olyan helyzetekre vonatkoztatható, esetleg lehetnek ilyenek, bár ez nagyon ritka, amikor egy házasságnak az érvénytelensége külső fórumon nem bizonyítható. Például a házasság érvényességéhez kell a szándék. Tehát, hogy két ember tényleg a szíve mélyén szabadon szeretetből döntsön egymás mellett, és egy végérvényes, kizárólag összeretett szövetségre elkötelezze magát. És ha, ha valaki ezt a lelkeméjén nem hozta meg ezt a döntést, esetleg elképzelhet, hogy ezt csak ő tudja. Se a barátainak soha, se másnak nem beszélt erről, tehát igazi bizonyítási mód, tanuksa stb. nincsenek erre. Ha a lelki vezető úgy ítéli meg, bár ez egy, mondom, egy nem egyszerű kérdés, hogy vannak-e ilyen esetek, és milyen módon lehet ezt objektíve megítélni, de talán a Szent Atya erre utal, hogyha úgy ítéli meg, hogy az első házasság semmis, csak ez jogilag nem bizonyítható, akkor mm -hmm. egy belső fórumon ezt ő úgymond kijelentheti, és ilyen esetben esetleg elképzelhető az, hogy az a házasság, amelyben most él, a második házassága ennek az illetőnek, az rendkívül forma alapján érvényessé válik, illetőleg érvényes, mert a házasság nem attól érvényes, a katolikus egyház tanítása szerint, hogy a pap ott van, hanem a két embernek az igenye hozza létre. És mivel ők nem tudtak emiatt az első házasság miatt, ami külső szemlélő számára fönnáll nem tudtak egyházi házasságot kötni, ezért rendkívüli forma alapján. Talán tekinthető ez a második házasság érvényesnek, és ilyen esetben esetleg elképzelhető, hogy őket szentségekhez engedik. Hát kérdezzek ezzel kapcsolatban valamit, egy konkrét példa jut eszembe, és nem tudom, hogy ez sorolható-e az erkölcsi relativizmusnak a kategóriájába. Egy keresztény orvos ismerősömmel találkoztam a minap, aki azt mondta, hogy nagyon sokszor kell tanácsot adnia olyan anyáknak, akik már nem szeretnének különböző nagyon komoly okok miatt több gyermeket, és a fogamzás szabályozással kapcsolatban ő azt a tanácsot adta X alkalommal az anyáknak, hogy, hogy menjetek el, és gyönyörű meg, és hogyha a pap nem oldoz föl a lelkipásztor, ez alól keressetek addig egy lelkipásztort, ameddig föl nem oldoz benneteket. Erre mit mondjunk? És ez konkrét eset? Ez egy nem egyszerű kérdés. Azért sem, mert nagyon sok konkrétum, tehát orvosi részletek is vannak benne. Az erkölcsi elv. talán az egyháznak a hozzáállása a termékenység és a szexualitás viszonyához az világos, de a a konkrét döntésnek az orvosi oldala az eléggé komplex. Az alapelv az, hogy a, a testi egyévállás, a, a házastársaknak az egysége és szerelme megélése és a termékenység, ez természetes módon összekapcsolódik. Tehát a teremtő úgy akarta, így alkotta meg a világot, hogy ugyanaz a tett, amivel a férj és a feleség az egységét, a szerelmét megünnepli, megéli, ebből élet fakadhasson. Ez termékeny legyen, legalábbis nyitott legyen a termékenységre. És éppen ezért az egyház azt tanítja, hogy aki ezt mesterségesen külön választja, és csak az egyik felét akarja, az a teremtő szándéka ellen vét. Tehát egy olyan szexualitás, amelyből a termékenységet kizárják, ez a teremtő szándéka ellen van. Ugyanakkor ott már van egy, egy kis bizonytalansága talán még az egyházi tanításon belül is, illetőleg hát vannak viták. Az egyház alapvetően azt mondja, hogy szabad a terméketlen, természetes módon terméketlen napokat, illetőleg a ciklusnak azt a részét, amikor valószínűleg nem foganhat az asszony, szabad felhasználniuk, vagy, vagy ezt a terméketlenséget úgymond a a testi kapcsolatra kihasználniuk, ha már több gyermeket nem akarnak. Viszont mesterséges módon nem szabad a termékenységet megakadályozniuk, mert ezzel ők törik meg azt a természetes kapcsolatot, ami van a termékenység és a, a szexualitás között. És hogyha a lelki pásztori oldalát nézzük ennek a kérdésnek, tehát hogy keresek addig egy papot, aki föl nem oldoz. Számomra azért ez elég fals, de, de mint a tanító tanítóhivatal képviselőjére, mit uh, mondhatsz, Püspök úr? Lelki még annyit hadd tegyek hozzá, hogy vannak házas párok esetében azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetek. Uh -huh. És ilyennel azért gyakran találkozunk, amikor mondjuk egy házas pár már vállalt például, és konkrét Esetre gondolok 5-6-7 gyermeket, tehát nem keveset. És úgy érzik, hogy se emberileg, se egészségileg, semmi módon nem tudnak felelősen több gyermeket vállalni. Ugyanakkor a természetes ö, fogamzás, szabályozás, vagyis a terméketlen napok kihasználása, ez abszolút nem működik a, például azért, mert a feleségnek a havi ciklusai teljesen szabálytalanok, kiszámíthatatlanak, tehát hogy mikor lesz peteér, és nem lehet semmi módon előre jelezni, legalábbis ők eddig nem tudták ezt megtenni. És úgy érzik, hogyha tehát az, az a választás áll előttük, hogy gyakorlatilag vagy teljesen megszűnik a testi kapcsolat közöttük, vagy pedig valamilyen mesterséges ö, fogamzásgátláshoz kell folyamodniuk. És tudják azt, hogy mind a kettő rossz. De, de valamit melyik irányba el kell indulni. És ilyenkor néha lelkipásztor is azt mondja, nyilván ez alapvetően a párnak a döntése, de az egyházunk is azt mondja, hogy. Az, hogy a házasság eleven maradjon, tehát a testi kapcsolat is megmaradjon benne, ez egy nagyon nagy érték. És ha a házasságban a testi kapcsolat megszűnik, az néha az egésznek a, a minőségét, mélységét veszélyezteti, vagy csökkenti, vagy megsebzi. És éppen ezért talán szabad néha egy kisebbik rosszat fölvállalni, amit úgy él át a házaspár, mint egy nem ideális állapotot, tehát szenvednek tőle, és egyáltalán nem azt mondja ilyenkor mondjuk a gyóntató, hogy szuper, csináljátok ezt, és ebben semmi probléma nincs. Tudja ő is, meg a, a pár is, hogy ez nem, nem egy ideális megoldás, de úgy látják, hogy más kiút, élhető kiút nincs a számukra. Hibmét szempontból én most csak civilként azért azt javaslom, hogy igenis azért egy állandó lelkivezető az ilyen kosrokat segíthet. Tehát nem az, hogy addig keressek valakit, még valaki föl, még egy, ha föl nem oldoz, hanem pont az ellenkezője, egy állandó lelkipásztor, aki ismer engem, ismer minket, és tud a lelki tanácsaival ezért a helyes úton tartani, vagy hát Ez abszolút minket. így van. Tehát nagyon fontos bölcs lelkivezetőt találni, aki egyszerre emberséges, de egyszerre a, hitet hite tiszta, meg helyén való. Nem olyat keresni, aki a, a legkönnyebb megoldásokat ajánlja, vagy mindenre bólogat, azt gondolom, hogy az nem segít elő senkit a, a lelki életnek az útjá. Jézusnak is a, a tanítása igen gyakran keskeny út és szűk kapu voltak, és valóban nem, nem helyes az, hogyha egy, egy lelki vezető egy nehéz döntés elé állít valakit, akkor egy kereket hold, és talál egy, egy könnyebb embert.